Népzene, tánc és mindenféle finomság várta a kiérkezőket a színpadi programokon túl hétfőn a Sóstói Múzeumfaluban. A látogatók bepillantást nyerhettek továbbá egy letűntkor iskolai tanórájába, és megmérettethették magukat a fiatal és már nem annyira fiatal legények is a pünkösdi királyválasztáson. Az Esztenás zenekar népzenei koncerttel és táncházzal szórakoztatta a falu központba érkező vendégeket. A római katolikus egyházban találunk olyan szokásokat, a templomot kijöve jönnek olyan lányszokások főleg, amikor ma vagyonolnak. Házról házra járva a leányok, adományt gyűjtenek, kalácsot, süteményt, pünkösdi énekeket énekelnek, a legkisebb lányt középre veszik egy nagyon szép kendő alatt, és viszik körbe a pünkösdi királynét. Ez egy izgalmas szokás itt a mi megyénkben. De a pünkösdi királyválasztásra is vannak adataink, hiszen Rakamasz környékén lóversenybe mérettettek meg a fiatal legények. A legügyesebb, leggyorsabb legény, aki a távot lelovagolta, ő lett a pünkösdi király. Hát a pünkösdi királyság egy évre szóló jutalom volt, természetesen a kocsmába adtak ingyen neki, és bizony azt követően újra meg kellett mérettetni. A húsvét utáni 50. napon ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, tehát pünkösd napján a keresztény hitvilág megváltójának, Jézus Krisztusnak a mennybe meneteléről, valamint a Szentlélek kiáradásáról emlékeznek meg a keresztény hívők. Ez egy nagyon fontos ünnep a falusi ember életében, bármilyen keresztény vallású is legyen, hiszen a pünkösd a tavaszi ünnepkör lezárása, a nyári ünnepkör elindítása, elkezdődnek a nyári munkák is, és ez az utolsó lezáró aktus, mielőtt a földeken kell végezni a munkát. Pünkösd a Szentlélek kitöltekezésének ünnepe, és az első egyháznak a megalakulása, a nagy keresztény egyház ünnepe ez, és hát természetesen, mivel református templomunk van, reformátusok szempontjából ez azért különleges, hiszen a most frissen konfirmáltak számára az első úrvacsora vételnek is az alkalma, és a református templomunk ennek megfelelően van zölden felvirágozva. Nagyon fontos, hogy felvirágozva legyen, ünnepeljük ezt az eseményt. Pünkösd hétfőn természetesen nem maradhatott el a pünkösdi királylány megválasztása sem. Hajdan a falu leányai közül évenként választották meg, a leány elsősorban erényessége, szelídsége és szorgalma miatt nyerte el ezt a kitüntető címet.